Együttműködő partnerünk Acer. BenQ. Köszöntöm mindenkit, szevasztok a Restartot, látjátok, informatikai segítségnyújtó műsorunk élő kiadása. Hétfő van, egy újabb hét, úgyhogy egészen péntekig minden nap nézhettek engem, ha van kedvetek. Itt a Fixen, én a Vendi vagyok, szevasztok még egyszer. Vannak elérhetőségeink, hozzá is lehet szólni a műsorhoz, ugye megszokhattátok, hogy egy órán keresztül itt ezen a csatornán. Hát igyekszünk számítástechnikai problémákat megoldani, boncolgatni különböző kérdéseket, illetve legfrissebb IT hírek is igyekszem nektek átadni, és persze ti is segíthettek ebben, tehát egymásnak is lehet segíteni, megoldani a problémákat, illetve ha valaki hall valami érdekességet, akkor ezt mindenképpen javaslom, hogy posztoljátok a Facebook oldalunkra. Köszönjük szépen így előre, és facebook.com/fixhd egyébként ez, ami a közösségi oldalunk címe. Tessék lájkolgatni minket, szépen gyűljenek csak azok a lájkok. Olyan lassacskán gyűlögetnek ezek a lájkok. Már mindenki szeret minket, azt tudjuk, de azért még többen szerethetnétek minket. Szóljatok ismerősöknek, apucinak, anyucinak, mindenki lájkoljon be bennünket, jó? Van egy saját oldalam, oda is várom a lájkokat, illetve a követőket, inkább így mondom. Ez pedig a Vendifix, tehát facebook.com/Vendifix oldalon keresztül érhető el. Gyertek és kövessetek engem is. Mostában nem nagyon posztolgattam, elég sok dolgom volt a hét végén, ugye itt a nyári közvetítéssel kapcsolatban foglalatoskodtunk, és hát ugye volt egy kis technikai bibia tegnapi gumiszobában is, úgyhogy ezeket igyekszünk orvosolni, úgyhogy nekem se nappalom, se éjjelem nincsen emiatt most, úgyhogy úgy tessék majd nézni a nyári Fix Summer című műsorunkat, hogy megszenvedek érte, hogy az működjön rendesen, bevesszük a várost. Na, további elérhetőségeink a képernyő alsó részén olvashatók, telefonszámunk 44-51-349, csörögjetek, megyek a Skype-ra is, tv.fixhd, ez is át van állítva, mert itt a saját Skype-on volt beállítva, úgyhogy ezt is gyorsan átírjuk, tv.fixhd, és megadjuk a jelszót, amit persze nem mondok nektek, hogy azért mégse, érted, egy jelszót, azt nem mondunk el senkinek. Viszont csöröghettek most már Skype-on is, akár videóhívás formájában is, illetve a weboldalunkat ajánlanám még figyelmetekben, ez a www.fixtv.hu vagy fixhd.tv, mindkettő cím működik, és ott lehet nézni az élőadásokat is, illetve természetesen a videótárunkból vissza is nézhetők a műsorok. Meg is, le is csekkolom, megy az élőadásunk egyébként, mert itt a sok szerver karbantartás meg ilyesmi miatt, amivel itt járt ez az egész közvetítősdi, ez néha-néha csinál olyan dolgokat, hogy megállítja a netes streamünket is, már hogy amin keresztül ti nézhetitek az adást, meg a mobilos streamet, de most nézem, hogy működik, úgyhogy tudjátok nézni, akár SD, HD formátumban mind a kettő tök jól működik, és természetesen okos tévén és mobilon is működünk, m.fixhd.tv, smart.fixhd.tv, és persze, hogyha valaki felvételről szeretné valamelyik adásunkat megnézni, mert nem látta volna, akkor a videótárunkba tud válogatni ezek közül. Na, hát kezdjük egy olyannal a mai műsort, hogy azok a hírek terjengtek itt. Gyulát felveszem, csak egy pici türelmet vagy kérek tőled, mert most már belekezdtem ebbe, úgyhogy akkor ezt végigmondanám. Olyan rémhírek terjedtek az interneten, hogy állítólag 3 napig nem lesz internet Magyarországon. Nem tudom, ti erről hallottatok-e. Kamu, még miatt itt bárki ezt gondolná. Ugye erről már beszélgettünk sokszor, hogy az internet az egy ilyen tök jó fogalom, csak igazából, tehát ahhoz, hogy internet legyen, az nem egy központon keresztül kell, hogy működjön. Tehát gyakorlatilag a bármelyik, ugye redundáns, mondhatjuk ezt. Tehát az internet az egy redundáns hálózat, ami annyit jelent, hogy ha bármelyik része leszakad, akkor általában, persze, ha ez jól van beállítva a különböző szolgáltatóknál, de azért Magyarországon is létezik ugye jó néhány szolgáltató, tehát valószínűleg azért ez ki van találva. Általában ugye a szolgáltatók egy központi
hát nem szerverhez, hanem egy switchhez kapcsolódnak, mondjuk inkább így. Ez fizikailag persze nem egyet jelent, hanem mondjuk úgy, hogy van egy központhoz kapcsolódnak, ezt hívják BIX-nek, ugye a Budapest Internet Exchange, ez a fantázia neve. Ide kapcsolódik be az összes magyarországi szolgáltató, most már egyébként külföldiek is némelyik, tehát például Google-nek van saját vonala, és nagyon sok külföldi gerinchálózathoz hozzá van kapcsolva egyébként a BIX. De, ha nehogy Isten, itt valami gond van, költözés, ilyesmi, mert hogy volt erről szó egyébként, sőt valószínűleg egyébként idővel el is fogják költöztetni a jelenlegi Victor Hugo utcai központból. Már most máshol is vannak ugye különböző úgynevezett BIX nódok, de valószínűleg idővel egyébként el fogják költöztetni a Victor Hugo utcába, és akkor ettől függetlenül minden szolgáltatónak van másfelé is kapcsolata. Tehát pont azért, ha egyik vonal megszakad, akkor másfelé indul el az adat, de mégis célba ér, tehát úgynevezett backup biztonsági vonalak vannak kiépítve. Tehát ilyen nincsen, hogy egyszer csak lekapcsolják, vagy bármi gáz van, és nem lesz Magyarországon internet. Kisebb kihagyások lehetnek minden szolgáltató kínálatában, de általában olyan, hogy teljesen megáll a net, olyan nem lehet elképzelni. A webhír.com nevű kétes eredetű oldal terjesztette azt, hogy két hét múlva, azaz 15-én elvágják egész Magyarország internet hozzáférését. Sokan sajnos elhitték az álhírt, hiszen a Facebookon rengeteg megosztást kapott a furcsa információ, és gondolom én persze nem akarok senkit megbántani, de nagyon sokan ugye technikailag nem biztos, hogy túlságosan vágják azt, amiről most én az előbb itt beszéltem, tehát hogy nem lehet csak úgy leállítani az internetet egy kábel elvágásával, tehát ez nem így megy. Az indoklás szerint magyarországi internet szünetre azért van szükség, mert több új szuper számítógépet állítanak csatasorban, mivel állítólag a mostaniak elavultak, az újak viszont négyszer gyorsabbak lesznek. Hát ez is olyan nesze semmi fog meg jól hír. Hát most ahhoz, hogy beállítsanak egy másik számítógépet, akkor nem kell rögtön a másikat az előzőt lekapcsolni. Tehát beállítják az újat, szépen beállítgatnak, bekonfigurálnak rajta mindent, majd ha tényleg át kell állítani, hogy azok vegyék át a szerepeket, tehát vagy esetleg kiszolgálóknak a szerepét, akkor elég leállítani a régit, és akkor már az újra rögtön át is áll. Tehát miért kéne azért szünetet tartani? Minimális kihagyások persze lehet, hogy vannak ettől függetlenül, ha ez tényleg így is van, de a komplet internetet, hangsúlyozom, nem lehet ilyen módon leállítani, mert nincs értelme. Tehát ha valaki ezt csak így tudja megoldani, az rég rossz egyébként. Az állítások több sebből is vérzenek, és ezt taglalják az Indexen is. Először is, bár a magyar internet tényleg eléggé központosított, a legtöbb adatforgalom külföldi országok felé a BIX-en keresztül folyik, ami egy hatalmas szerverterem egyébként a Victor Hugo utcában, és ez sem 100%-ig igaz, mert nem csak ott van, ahogy az előbb is mondtam. Ezért akkor sem maradna teljesen internet nélkül az ország, ha az egész központ kiesne, ugyanis néhány nemzetközi szolgáltatónak van közvetlen a BIX-et megkerülő külföldi összeköttetése is. Tehát és a legtöbbnek, hiszen úgy tudom, hogy úgy lehet egyáltalán internet szolgáltató valaki, hogy a külföldre irányul forgalmat azt azért nem a BIX-en keresztül folytatja. Ez egy más kérdés, hogy technikailag ezt is meg lehetne csinálni, de maga a BIX switch, amiben minden szolgáltató bekapcsolódik, az csak a Magyarországra irányuló, illetve az egymás közötti adatcserére van igazából fönntartva. Van egy ilyen policy, egy ilyen szabályzat, tehát hogy mit tudom én, az egyik szolgáltató a másikkal a BIX-en adatot cserélhet, tehát hogyha te mondjuk mit tudom én Digis vagy, a másik emberke meg UPC is, és az egymás között akarnak fájlokat másolgatni, az biztos, hogy a BIX-en keresztül fog zajlani, ha csak nincs közvetlen kapcsolat még a szolgáltatók között is egyébként, mert erre is van példa. A legtöbb nagy szolgáltatónak egymással is van kapcsolata, pont megkerülendő a BIX-et, egyfajta backup vonalként. De a nemzetközi adatforgalom az mindenkinek saját magának van megoldva. Annak lehet, hogy egy része a BIX központon keresztül zajlik, mivel fizikailag ott a szerver központ, és onnan megy tovább saját optikai vonalon, vagy műholdon, vagy egyéb módon az internet, de az csak mondjuk úgy, hogy a telephelye nem megy rá magára a BIX switch-re, tehát a Magyarországra irányuló forgalomra nem megy rá a nemzetközi. Okay? Mert ez egy ilyen policy, ez így van kitalálva, csak úgy lehet egyáltalán bárkiből internet szolgáltató, ha rendelkezik saját külföldi dedikált sávszélességgel, amit persze vásárolhat egy másik szolgáltatótól is, és a legtöbb esetben így van, hogy vannak nagy szolgáltatók, akiknek van külföldi irányról vonaluk, és a kisebb szolgáltatók tőlük vásárolnak. És annak egy jó része is szintén a BIX-en, de hangsúlyozom, nem a BIX switch-en,
hanem csak a Victor Hugo utcai központon keresztül cserélődik ki, de nem azon a switchen, amin egyébként a magyarországi adatforgalom megy, hanem ilyen vélanok vannak létrehozva. Nagyjából így működik, most elég zanzásítva mondtam, és nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető, de így működik a dolog, tehát nem lehet ebből olyan probléma, hogy egyszer csak nincs internet. Ha más nem, akkor külföldön keresztül szintén elérhető, hiszen ha kimegy külföldre, mondjuk az egyik szolgáltatónak a jelen, mert a magyarországi vonalával van valami probléma, akkor külföldön az ottani adatkicserő központba a másik szolgáltatóval is ugyanúgy föl tudja venni a kapcsolatot, csak lehet, hogy megkerül a fél világot az adat, mire visszaér ide hozzánk, de ettől függetlenül célba ér az adat, mert mint mondtam, redundáns hálózatként apostrofálható az internet, tehát nincs olyan jávánk egy szállat és nem megy. Az általában a végfelhasználóknál van csak így, hiszen magadnak valószínűleg otthonra nem húzatsz be egy backup vonalat is, ha nehogy Isten gond lenne, bár már erre is van megoldás, ugye léteznek olyan routerek, amiben például lehet 4G-s vagy 3G-s mobil sticket dugni, és hogyha nehogy Isten nem megy a kábelneted vagy a DSL-ed, akkor automatikusan átvált a mobilnetre. És így már van backup, tehát végül is ez sem 100%-ig helytálló, amit mondtam, hogy otthonra nincs backup, mert lehet csinálni. Sőt, be lehet húzatni két DSL-t is, csak általában ugye ugyanarra a központról kapott, tehát hogyha az egyike gondol, a másikkal is lesz, tehát ilyen módon kicsit necces a dolog, de a két külön szolgáltatónál vagy, akkor meg lehet oldani, hogyha valaki nagyon biztonságban szeretné tudni a magát, hogy mindenképpen szeretné, hogy legyen internete. Cégek egyébként szoktak ilyet csinálni, hogy két külön szolgáltatótól húznak be mondjuk bérelt vonalat vagy internet kapcsolatot, pont ezért, hogyha nehogy Isten az egyik ledöglik, akkor a másikról ugyanúgy működjön a dolog. Na, nem olvasnám végig a cikket, mert gyakorlatilag erről szól a történet, úgyhogy ne tessék az ilyen híreket készpénznek venni. Mindig tessék egy kicsit kétkedve fogadni az ilyen szenzációhajhász cikkeket, hogy nem lesz internet. Azért 2013-ban olyan, hogy nincs internet, ez szerintem nem valószínű, hogy így lenne. Na, közben, ahol jól látom, akkor Gyula megunta, úgyhogy letette, úgyhogy hívjál Gyula, most már tudom fogadni a hívásodat. Ránézek gyorsan a Facebookra közben, hogy ne álljak neki egy másik hírnek akkor, hogy tudjunk beszélni, hogyha esetleg csörögnél hozzám. A Facebookon pedig Ákosnak van itt egy hozzászólása. Hello Wendy, annyira nem mindig volt gáz a gumiszoba, hogy abba hagytátok, vagy megsértődtél a kommentekre, mert nagyon ez jött le nektek is. De tudtok ti lelkizni? Nem vagyok ilyen lelkis. Nem megsértődtem, csak kicsit ideges lettem. Mert van olyan, hogy az ember, ha csinál valamit, és az nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, akkor olyan ideges, nem? Nem vagyok egy sértődékeny típus, úgyhogy lehet, hogy a megnyilvánulásaimból néha ez jön le, hogy én megsértődött dolgokon, de egyáltalán nem vagyok sértődékeny ember. Tehát ezt úgy jobb, ha megjegyzitek, jó? Tehát nem szoktam megsértődni, mérges, meg ideges szoktam lenni, mint mindenki, de most mire sértődjek meg, az internetre? Vagy, ja, hogy rátok, hogy beszólogattok? Hát, őszintén. Tehát nem, bár persze nem úgy, hogy nem figyelem, vagy nem érdekel, amit mondtok, hogy ne érdekelne, de a bántó szándék nem szokott érdekelni. Tehát ha valaki bántani, akkor azt ilyen magasról le. Aki természetesen pozitívan, vagy akár lehet hozzá negatívan is állni, tehát kritikusan is hozzá lehet állni a dolgokhoz, azt figyelembe veszem, és az, abból mindig tanul az ember, de a fikázás az nagyon, nagyon... Ja, egyébként olyan sztorim van, de hát ezt nem mondom el egyébként itt a restartban, majd talán a gumiszobába. Aki látta a tegnapi gumiszobát, az tudhatja egyébként, miről van szó. Tehát szegény Zoé, komolyan mondom. Utána még, ne tudjátok meg, adás után is 3 órán keresztül csörgött a telefonja, és telefonbetyárkodás. Tehát böfögni, röfögni tudnak az emberek a telefonba. Számot kírni persze, meg a nevüket vállalni nem. Na most az ilyen embereknek a kritikája, azt aztán tudod, hogy hova tegyem. Tehát, hogy... Úgyhogy ilyenkor mindig az van, vannak erre jó kis közhelyekben, nem akarom ezekkel élni, hogy gyakorlatilag meg kell nézni, hogy ki mondja ezeket a dolgokat, és akkor onnantól kezdve nekem azok az emberek, akik nem a saját fényképükkel, vagy teljesen fényképtelenül, arctalanul vannak fönn a Facebookon is, tehát trollkodnak magyarul, mert ezt hívják trollkodásnak, az ilyen emberek véleménye nem érdekel, ne haragudj. Úgyhogy most ezt pont jónak mondom, ugye Ákos, aki az énekes Kovács Ákos fényképével van kint, gondolom én, hogy nem te vagy, de na mindegy, most ez nem rád vonatkozott természetesen, csak ha trollkodnál, akkor akár rád is vonatkozhatna. Na, megyünk tovább. Vilmos, szia Wendy, melyik képernyőnek nagyobb a pixel sűrűsége, vagy szerinted melyik a jobb, egy 18-4-es Full HD,
1920x1080-as, vagy egy 20-colos 1600x1900-as. Hát először is ugye a pixel sűrűség és a felbontás, bocsánat, az nem ugyanazt jelenti. Ugye? Tehát ott az egyik az a fizikai felbontás, tehát lehet egy Full HD felbontású kijelzőt csinálni 50 colosba is, csak ott ugye nagyobbak a pixelek. És ugye 1920x1080 darab pixel van, ott a pixel sűrűség az, illetve ez a megjelenítés, az lehet, hogy ott több pixel van benne fizikailag, de akkor elvileg nagyobb felbontásra is képes lenne. Általában ezek már nagyobb felbontásra is képesek, mondjuk az ekkora tévék. Most ennél a felbontás, vagy ennél a méretnél, még a 18 meg 20 colnál bevallom őszintén, ezek elég picike monitorok. Nem? Tehát, hogy ha már 16-9-es kijelzőről beszélünk, meg ilyesmi, akkor én alapból 22-20, tehát olyan 20-22 szól körül gondolkodni. A 18 az szerintem picike. Mondjuk élesebb lesz a képe, az biztos, mert hogyha te egy Full HD felbontást nézel, de kisebb képen, jön persze, hogy élesebb a kép. Az 1600x900-as az meg ugye még csak a Full HD felbontást se éri el, tehát ott felbontásban vagyunk kevesek. Lehet, hogy a pixel sűrűség jobb, de szerintem jobban jársz a 18-4-essel, ha a kettő közül kell választani. De én azt mondom, hogy vegyél még ennél is nagyobb monitort, ha teheted, mert hidd el, hogy jobban jársz. Tehát most itt nem tudom nektek megmutatni, mert nem látszik a képen, de nálunk itt általában 22-szolos monitorokat használunk. Sőt, lehet, hogy nagyobb is egy nem, ezek 22-szolos monitorok, azt hiszem, de van itt mellette például, tényleg nem tudjuk megmutatni, mindegy, nem érdekes, mellette van egy 19-szolos, és azért összehasonlítva a kettőt, hogy igazából 3-szorról beszélünk, de méretben milyen kisebb már. Tehát, és ez egy nagyon pici monitor, már hogy a 19-es, úgyhogy a 18-4-es még annál is kisebb, szerintem nagyobb képernyőt vegyél. Vagy nem tudom, hogy laptopról vagy miről beszélünk egyáltalán, mert ugye a laptopban ott a képernyőt nem cserélgetett le csak úgy. De ha asztali gépről beszélünk, én azt javaslom, hogy inkább nagyobbat vegyél szerintem. Kényelmesebb, jobb lesz. Úgyhogy én azt mondom, inkább 24-be gondolkodj már. Azok már kényelmes monitorok. Jó, megyünk tovább. Mi a töltőgy mám behely? Ez mit? Ezt te tetted ki, Krisztián? Ezt a képet? De gonosz vagy. A kis izé... analóg tévével? Hát most visszajövő tévének jó ez, nem? Mert olyan másik bedöglött, de majd szerzünk egy másikat. Na, ARPI-val folytatjuk. Valaki tud olyan oldalt, ahol Bluetooth periféria eszközt lehet letölteni? Laptopra, és itt írod a típusát. Bluetooth periféria eszközt letölteni. Szezonfazon keveredés van, kedves ARPI. Hát eszközt nem lehet letölteni. Szoftver, drivert, igen. Tehát, hogyha a laptopodban van Bluetooth adapter, ami általában szokott lenni a laptopokban, ugyanis a Wi-Fi adapterre már rá szokták tenni a Bluetooth-t is, hiszen ugyanazon a frekvencián működik, csak más-más a felhasználási területe. Akkor igazából a drivert, ha leszeden, hozzá szükséges drivert, azt meg a gyártó oldaláról célszerű, akkor életre lehet kelteni azt a Bluetooth-t, hogyha alapból esetleg nem működne. De olyan, hogy Bluetooth eszközt letölteni, olyan nincsen. Tehát a Bluetooth eszköz az egy adapter, vagy egy stick, mert ugye lehet külső Bluetooth-os ilyen USB-s megoldást is vásárolni, ha esetleg nem lenne a gépedben. Egy 2000 forintba került, tehát még nem is olyan drága. Mobilokhoz, adatmásoláshoz, ilyesmi, ez tökéletes. Vagy egérhez, ugye, hogyha mondjuk esetleg olyan egered van, hogy vezeték nélküli, akkor most már ezeket ilyen Bluetooth-os megoldással szokták csinálni, bár vannak egyéb más wireless rádiós megoldások is, gyártófüggő, hogy éppen melyiket használják. Jó. Na. Aztán. Norbi. Szia, Wendy, pénteken már kérdeztelek memóriával kapcsolatban, hogy a mostani gépemben van egy darab DIM2-es, itt leírod a típusát, 2 gigás DDR2-es, 666-os DDR2-es SDRAM 5555-15-ös időzítéssel, 333 MHz, illetve nem tudom, ilyen modulok vannak, ennyi modul, mert itt annyi időzítést írsz, van még egy szabad helyem, amiben ezt szeretném beletenni, és itt írtál egy másikat. Működhet a dolog, bocsi, ez az akaratlan, csak nem akarom hazavágni a gépen. Hát hazavágni nem tudod, maximum nem fog működni, de az, az igazság, hogy így sem az igazi. Kedves Norbi, tehát annyira össze-vissza vannak ezek a ramok, ahogy én ezt látom.
Tehát 2 gigányi van összesen, azt nem írod le, hogy melyikből mennyi van, de viszont az időzítések azok teljesen össze-vissza vannak. Tehát ha ez így működik, akkor szerintem, ha bedez egy harmadik vagy egy negyediket, és annak teljesen más az időzítése, az is fog működni. De itt van 200 MHz-es, 266-os, 333-as, ez most azt jelenti, hogy ezeket tudja ez a memória ilyen időzítésen, vagy ennyi van benne? Mert most ezt nem teljesen világos itt a leírásodból, hogy ezek három, ha jól számom, 3 külön memória modul ilyen órajelekkel, vagy ez egy memória modul, ami ezeket tudja mindezt az órajelet, mert persze visszafele sok mindent lehet állítgatni, csak ugye ezt ne felejtsük, a memóriánál mindig az a döntő, hogy tehetsz be, általában szokott működni 2 különböző órajelű memória együtt, viszont az alacsonyabb frekvencián fog működni. És persze azt is tudni kell, hogy az alaplapod támogatja ezt a fajta üzemmódot, mert ezt nem minden alaplap támogatja ilyen flexibilisen, meg egyáltalán ugye mi a maximum. Mert hogyha annál nagyobbat veszel, az valószínűleg nem fog menni, tehát bár abból is van olyan, ami megy, mert visszabutul kisebbre, de van, amelyik alapból nem is megy. Tehát mit tudom én, 800 MHz-et támogat az alaplapod, most régi alaplapról beszélünk, mert ugye rég följebb járunk már memória órajelekben. Ja, vagy itt az időzítés és szorzót, nem tudom kivenni, hogy ez mit akar jelenteni itt zárójelben, mert az egyik az időzítés, a másik az órajel, csak nem tudom, hogy ezt most szorzással mindennel együtt tetted-e ide így be, vagy most ezt na mindegy. Szóval kicsit fejts ki jobban, jó? Hogy akkor talán jobban tudunk rá válaszolni. Aztán István, szia Vendi, olyan problémám van az asztali gépemmel, hogy akármit csinálok, lefagy a gép. Az asztalomban akkor is, eltelik egy kis idő és lefagy. Múltkor még jó volt, miután megigazítottam a gépben lévő lila kábelt. Azt hittem érintkezés hibája van, de már akkor is lefagy, amikor tenném fel újra formázásra a Windows 7-emet, RAM-mal nincs baj, azt megnézte. A proci 35 fokos, köszönöm a segítséget. Hát figyelj István, a fagyás ugye, ezt így láthatlanba, lehet kontakthiba, lehet valamelyik hardvernek a hibája, tehát a hőfok nem valószínű, 35 fok az általában jó egy gépnél. Hát kábelhiba lehet, de lehet táphiba, tehát kevés a táp, vagy lehet alaplaphiba, tehát az igazság, hogy sok minden lehet, driverhiba, tehát hogy valamelyik, bár akkor Windows újrahúzásnál, amikor még nincs is fönn driver, csak úgy natúrba elkezdenéd újrainstálni, akkor azért nem kéne fagynia, az inkább akkor valamilyen memória hibára utal, bár azt mondod, hogy a memória az jó, azzal nincs baj, hát azért nem tesztet, nem kéne rajta futtatni, de valami ilyesmi lesz. Tehát vagy táp, vagy alaplap, vagy memória, ezekre gyanakodom így hirtelen. A kontakthiba meg benne van, tehát hogyha valahol valami zárlat van, bár akkor egyáltalán nem menne a gép. Tehát inkább azt eredményezni, hogy nem lefagyna, hanem el se indulna. Úgyhogy lehet, hogy a tápra gyanakszom inkább. Nem tudom, milyen táp van a gépben, meg egyáltalán milyen gépről beszélünk. Az a baj ezekkel, gyerekek, hogyha így ilyen nagyon általánosságba írtok, hogy először is én is csak általánosságba tudok rá válaszolni, tehát egy-két praktikát tudok mondani, amit érdemes megnézni. A konkrétumokkal meg az a baj, ugye, hogy tehát hiába írsz konkrétumot, azért minden számítógépes hardware nekem nincs az agyamba, hogy melyik mit tud, melyik milyen kis gyerekbetegségei vannak, ilyesmi. Tehát így nehéz megközelíteni a problémát, pláne látatlanba, ugyebár. Úgyhogy... jó. Aztán Krisztián írja, nekünk nem baj, lesz ez még jobb is, már hogy a közvetítés. Hát bízom benne, mert az egész nyári projektünket erre építjük, úgyhogy nem muszáj működnie jól. Aztán szintén Norbi, nem lehet elvenni az országtól az internet hozzáférést, vagy letiltani egy adott oldalt, például a közösségi oldalakat? Hát még csak ez sem lehet feltétlenül egyébként. Hát ahhoz komoly cenzúra kellene, tehát ahhoz egy központosított rendszeren kellene mindennek átmenni, ez bizonyos országokban ez meg van oldva. A törvénybe kötelezik a szolgáltatókat, hogy tegyék meg, hogy letiltanak. Tehát igazából technikailag ezt nem lehet megvalósítani. Technikailag ezt úgy lehet megvalósítani, minden egyes szolgáltató, ha ezt előírják neki és betartja, letiltja az adott oldalt. Mondjuk, ha egy oldalt akarnak letiltani, vagy célszerűbb az egész oldalt letiltani, és akkor onnantól közben senki nem éri el, csak mondjuk ezt egy Facebookkal, egy közösségi oldal nem fogod tudni megtenni, mert hát nem Magyarország irányít ebben az igazság. Tehát a Magyarországon mondjuk a Facebookot ne adj Isten le akarná tiltani valaki, micsoda baromság, de hát akár, ugye?
akkor azt úgy lehetne megoldani, hogy egyszerűen Magyarország számára a Facebook, vagy a Facebookot megkérni, hogy Magyarország számára, tehát Magyarország IP cím tartományokból ne fogadjon kérést, valószínűleg így tennék egyébként meg, tehát valahogy köteleznék rá, vagy a magyarországi szolgáltatókat köteleznék, hogy az a Facebook felé irányuló kéréseket ne engedélyezzék senkinek. Ez mondjuk abból a szempontból kicsit necces, hogy ugye különböző proxy szervereken keresztül ettől függetlenül el lehet érni. Most is lehet proxizni, tehát mit tudom, vannak ilyen úgynevezett ingyenes proxik. Az proxy ugye az azt jelenti, hogy egyfajta ilyen mondjuk úgy, hogy átjáró. Nem csak átjáró, régen arra is használták, ugye a számítógépeden lokálisan proxisztál, vagy a szolgáltatótól lokálisan proxisztál, az azt jelenti, hogy először oda töltődött le az adott tartalom, amit te kértél, és akkor onnan töltődött le hozzád. És a legközelebbi kérésnél már nem az eredeti oldalról ment, hanem már csak a szolgáltatótól. Ugyanez van a számítógépben, és amikor lekesseli, hogy onnantól kezdve egyébként egy jó része a weboldalaknak leellenőrzi, hogy ugyanaz-e a file, ami fönn van a szerveren, történt-e valami változás, ha nem történt, akkor nem tölti le még egyszer az adott képet bármit, hanem csak lokálisan a cache-ből kiolvas, és azt tölti be neked, sávszélességet spórolsz vele. Tehát a proxikat lehet használni úgy is, hogy rajta keresztül érsz el mondjuk egy adott oldalt. Tehát mondjuk mit tudom én, egy amerikai ingyenes proxit, ha beállítasz a böngésződbe, akkor ahhoz kapcsolódsz, és azon keresztül kapcsolódsz gyakorlatilag egy weboldalhoz. Tehát oda töltődik le, és onnan töltődik le a gépet. Na most, ha Magyarországról letiltanak a Facebookot, akkor viszont egy ilyen proxit meg nem, akkor rákapcsolódsz a proxira, a proxy meg eléri a Facebookot, tehát ugyanúgy tudnál facebookozni, mondjuk, ha most ezzel a példával akarnék élni. Tehát mindenre van megoldás, és ezek egyáltalán nem illegális dolgok, tehát nem olyan dolgokról beszélek, hogy ezt nem lehet. Ez legálisan, sőt régen ez abszolút így működött sávszélesség spórolás címen. Manapság ugyan, hogy széles sávú netezés korszakát éljük, erre annyira nincsen szükség, meg a gépek is most már elég gyorsak, tehát innentől kezdve maga a proxy gyakorlatilag funkcióját vesztette. Hálózaton, cégen belül még szokták alkalmazni egyébként, meg a cache is ugye a gépen belül még megvan, de inkább ilyenekre használják, majd bizonyos oldalak innen-onnan lassan jönnek be, és akkor lehet, hogy egy másik oldalról közelítve meg gyorsabban jön be, és mondjuk ehhez szoktak proxyt használni itt-ott. Tehát igazából a teljes megoldás az az, hogyha magán a szerveren van letiltva, hogy mondjuk Magyarországról nem elérhető, tehát ergo, hogyha itt ne adj Isten meg akarnák akadályozni a Facebook használatát, egyébként külföldi országokban is ezt így csinálják, akkor gyakorlatilag hát vagy egy transzparens proxyt tesznek az egész internetre, és akkor gyakorlatilag figyelik a forgalmat, ez az egyik megoldás, és akkor ott van alapból szűrve, vagy magát a Facebookot kérik meg, hogy ennek az országnak a számára ne tegye elérhetővé a szolgáltatását. Úgyhogy ilyen nincsen, mondom, ezt ne tessék ennek bedőlni, ez technikailag, ezt is, amit elmondtam, elég nehéz megcsinálni, tehát meg lehet, de nem áll senkinek az érdekében, tehát ez egy baromság, maradjunk ennyibe, jó? Na kérem, megyünk tovább. Krisztián kérdezi, a tegnapi gumiszobát fel fogjuk-e tenni a videótárba? Azt nem fogjuk feltenni a videótárba, mert hogy ugye kisebb technikai problémák voltak, így minek rakjuk fel a videótárba. Jó, aztán András kérdezi, szia Vendi, honnan tudom, hogy alaplap hibás-e az iPhone-on? Most jelenleg DFU módban van, service mód, amikor is a képernyő teljesen elsötétül nem reagál semmire ebben az esetben. Elkezdtem egy folyamatot, és kicsit világított a kijelző, akkor lehet nem hibás az alaplapja? Ja, és hogy nem, jó, mindegy, hagyjuk már ezeket a kérdéseket. Nem tudom, nem értek az iPhone alaplapokhoz, meg nem tudom, szervízüzemmódhoz, ezt a szervízben tudják, de a szervízüzemmódban te miért vagy különben? És az a szervíznek kell a szervízüzemmódban lenni, ugye? Azért is hívják így. Ott olyan dolgokat lehet finomhangolgatni, stb., amit műszerekkel szoktak mérni, meg különböző szoftverekkel, ez a szervíznek a dolga. Ha már ilyen módon belenyúlsz a telefonodba, akkor csak értesz hozzá, akkor neked jobban kéne tudni, hogy alaplap hibás-e, mint nekem. Így látatlanban, meg pláne. Ilyen szinten hardverekhez én nem értek. Úgyhogy ilyen mélyen ne kérdezzetek. Jó. Na, menjünk tovább akkor hírekkel, ha nincs egyéb kérdés. Hol van? Na,
adok nektek tippeket, 10 plusz egy tippet, hogy ne kelljen naponta tölteni a mobilunkat. Ugye erről már beszéltünk sokszor, de ez mindennapos probléma általában az embereknél, hogy először is sokat akarunk, tehát okostelefonunk van, de azt szeretnénk, hogy sokáig bírja az aksia, ugye hát vannak olyan típusok, amiknél ez már megoldott. Egyre jobbak egyébként az üzemidők, ugye egyre jobb a fogyasztás, illetve az aksikat is egyre jobban tudják megcsinálni, tehát ez lassan már nem lesz annyira probléma. Viszont vannak itt tippek, ha már valaki mindenképpen valamennyit spórolni szeretne az üzemidővel. Több száz készülékből álló flották üzemeltetésének tapasztalatait gyűjtötte össze egy szoftvercég, és arra jutottak, hogy az alábbi 15 pont betartása jelentősen növeli a mobilok és a táblagépek üzemidejét is, tehát a táblagépeknél is fontos lehet. Rögtön egy tévhit lerombolásával kezdjük. Lehetőség szerint mindig tartsuk az eszközt feltöltve. A régebbi típusú akkumulátorok idejéből téves beidegződés, hogy folyamatosan teljesen ki kell meríteni a telefont. Modern litium-ionos és litium-polimer telepek esetében ez akár még élettartam csökkenéssel is járhat, bőven elegendő havonta egy teljes kisütés. Tehát az azt jelenti, hogy ne merítsük le teljesen a telefonunkat. Okos telefonok nem is szoktak teljesen lemerülni egyébként, tehát ez úgy szokott kinézni, hogy 15%-nál már így áll, ugye? Horváth Péter, kedves kollégám, mi van ilyenkor? Ránéztél az órádra? Ha? Beszéld már meg vele, légy szíves, hogy mi a helyzet. Na, mit akartam? Igen, tehát ott tartottam, hogy az okos telefonok mostanában ilyen 15% körül, persze ez gyártó függő megint, már rinyálnak, hogy ők bizony mindjárt lemerülnek. És utána nagyon gyorsan már csak 10, meg 5, és gyakorlatilag egy óra múlva nagyjából kikapcsol. Megint csak telefon függő, hogy melyiknél ez hogy van kitalálva. De ilyenkor egyébként nem sül ki teljesen az aksi, általában egy olyan 10% még ilyenkor mindig van benne, de a telefon már lelövi magát. Vissza lehet persze kapcsolni, és lehet még erőlködni, hogy még egy picit bírja, még egy picit bírni is fogja, de akkor sem nagyon megy olyan 5% alá, pontosan ebből az okból kifélek, hogy ne csökkentse magának az aksinak a teljesítményét, élettartamát, mert hogy mondjuk az újabb aksiknál, tehát a lítiumosoknál, lítiumpolimereseknél, ahogy az előbb is mondtuk, meg ahogy itt a cikkben is mondták, nem szabad teljesen lemeríteni, mert az inkább rombolja. Tehát ezt állandóan lehet inkább tölteni. A lehető leghosszabb üzemidőt szeretnénk elérni, ne húzzuk ki a töltőt rögtön, amint a töltöttségi szint 100%-os értéket mutat, hagyjuk még rajta egy-két plusz órát, csepptöltésnek nevezik ezt a folyamatot, és hasznos perceket nyerhetünk vele a későbbiekre. Tehát, ugye az egyik, tehát kétféle töltés van, az újabb aksiknál van a gyors töltés, és van a csepp töltés. Alapvetően először gyors tölt a telefon, tehát fogja magát, és elkezdi föltölteni, ez gyakorlatilag azt eredményez, hogy néhány telefon esetében már egy óra múlva fenn van 100%-on, de van, hogy még előbb is, de ez nem azt jelenti, hogy 100%-ra fel van töltődve a telefon. Nagyjából igen, de ez azt jelenti, hogy utána még, ha rajta hagyjuk egy pár órát, akkor úgynevezett csepp töltéssel még optimalizálja az akkumulátornak a celláit, kicsit többlet energiát is tesz bele. Mondjuk úgy, hogy boostolja egy picikét. Ez a csepptöltés. A különbség kb. Fele üzemidő. Tehát az azt jelenti, hogy ha te föltöltöd egy óra 100%-ra, és leveszed, és mondjuk eddig bírta a telefonod egy napot, akkor fél napot fogja bírni, csepptöltéssel bírni fogja egy napot is. Oké? Ennyi a különbség a technológiában. Aztán következő praktika. Állítsuk a háttérvilágítás erősségét a lehető legalacsonyabbra, de még komfortos szintre, tehát azért ne vakoskodjunk és nem látjuk, mi van a kijelzőn, pláne nyári napfényben az embernek ugye visszatükröződik, tehát egyébként se lehet még full fényerőn se rendesen látni egyébként a telefonnak a kijelzőjét. Okosabb, intelligensebb telefonokban van fényszenzor, tehát automatikusan érzékeli, hogy milyen fényviszonyok vannak. Ha nagyon világít körülötted a fény, akkor ő is világít, tehát jobban fog világítani gyakorlatilag. Ha meg sötét van körülötted, akkor lejjebb veszi a képernyőnek a fényerejét, mert ugye sötétbe, ha csak picit világít, is jobban látod, vagy eset látod gyakorlatilag, nem kell annak fullosan világítania, de persze manuálisan arra állítod, amire akarod, de minél alacsonyabb a szintje, tehát minél kevésbé világít a háttérfény, tehát a kijelzője a telódnak, annál tovább bírja az aksi is. Hát ez gyakorlatilag ugyanígy táblagépekre és laptopokra is tökéletesen igaz. Például nekem az én laptopom, most azt hozom példának, a fullos fényerőm van és lehúzom róla a töltőt, akkor csak 3 órát bírja, ha leveszem a fényerőt ilyen
minimálisra, de még láthatóra, akkor akár 5 órát is kibírja egy töltéssel. Persze attól is, hogy persze mit csinálok rajta, tehát ha videót nézek, vagy ilyesmi, ami ugye elég processzorigényes művelet, akkor azért ott se bírja olyan 100%-osan, tehát mit tudják, akkor 2,5-3 óra múlva egyébként is lemerül, de sokkal többet lehet, tehát 2-szer annyi időt tud menni a jót eszköz, ha lejjebb van húzva a fényereje. Aztán állítsuk a képernyő automatikus lezárás elsötétítését minél rövidebb időre. Szükségtelen minden gombnyomás és érintés után hosszú percekig világítani a nagy fogyasztású kijelzőnek, pazarolva az aksi töltését. Így van, ez általában azért jól szokott behangolva lenni a telókon, de állítható, tehát érdemes beállítani, mit tudom én, 10-20 másodperc múlva nem nyúlsz hozzá a telóthoz, zárja a bilt és sötétítse a képernyőt, mert akkor nem fogyaszt annyit, ugye, megint csak a kijelző. Aztán a kijelzőt karcolások ellen védő fólia, öntapadó fólia is hasznos találmány, napsütéses időben azonban fokozhatja a tükröződést, ezzel rontva az olvashatóságot, ezt pedig csak a fényerő beállítás növelésével tudjuk kompenzálni, így feláldozva az üzemidőt, tehát most megtudtuk ugye a fóliának egy hátrányát, azon kívül, hogy persze védi a telefonot kijelzőt, hogy ne karcolódjon, vagy kevésbé karcolódjon. Sajnos ugye néhány fólia kicsit visszavesz a fényerőből, és ráadásul ugye, mivel tükröződik a felület, még kevésbé látod napfényben. Kapcsoljunk ki minden olyan szolgáltatást, amire éppen nincsen szükségünk, lásd Bluetooth, Wi-Fi, GPS funkciók, valamint ha nem szükséges, akkor a 3D, illetve LTE kapcsolatokat is kapcsoljuk le, folyamatos bekapcsolva tartásuk több órával csökkenti az üzemidőt. Ebben is teljesen igazság van, csak egy okos telefon ugye net nélkül az olyan nem annyira okos, nem? Mondjuk 2G-n is arra, hogy megkapd az e-mailjeidet, vagy lightosan netezges, az ahhoz 2G is elég, tehát azt még esetleg érdemes lenne javasolnom így nektek, hogy esetleg állítsátok át 2G-re, az kevesebbet fogyaszt általában, hiszen kisebb hatóteljesítmény is elegendő annak a működtetéséhez, viszont nagyon lassú is lesz az internet. Tehát, hogy az a baj egyébként ezzel, és itt hibázik ezek a tippek, hogy annyi mindent kell az embernek, egyébként is mindig nyomkodja az ember a mobilját. Mire ezeket beállítgatod, annyit nyomkodod és annyit világít a kijelző, hogy egyszerűbb, ha be van rajta minden kapcsolva, de nem nyúlsz hozzá, mert éppen nem csinálsz vele semmit, de azért, ha jön egy e-mail, megnézed, mert mire mindig beállítgatod, most lekapcsolódunk a wifi-ről, most felkapcsolódunk, mert most éppen kell, akkor először is több idő, mert vársz, meg minden, akkor ugyanott vagy, mint hogyha állandóan be van kapcsolva és le van sötétítve. Ez azért nem 100%-ig helytálló, amit itt írnak, de tény, hogyha nem működiknek a rádiós kapcsolatok, akkor megint csak nem fogyaszt annyit a teló. Tehát a Bluetooth, ha nem kell, azt valóban le lehet kapcsolni, mert hogy minek legyen bekapcsolva maga a Bluetooth adapter a telón vagy a táblagépen belül, ha mondjuk nem használsz semmilyen fülhallgatót vagy ilyesmit éppen hozzá. A GPS-nél ugyanez a helyzet, tehát ha nem navigál szépen, akkor minek? Hely meghatározást azt nagyjából a mobilhálózatról is tud adni, tehát nem hiszem, hogy neked 10 méter pontosságra kell, hogy meghatározza a helyet, nem beszélve arról, ha benn vagy beltéren, akkor itt úgysem lát rá a GPS, tehát, de viszont a modem meg állandóan keres, innentől kezdve fogyaszt. Tehát tényleg a GPS célszerű lekapcsolni, azt egyébként én például úgy használom, hogy csak akkor kapcsolom be a GPS-t, ha navigálok. Egyébként az automatikus hely meghatározáshoz a mobil cella is bőven megteszi. Aztán minimalizáljuk a rezgő üzemmód használatát, amikor épp nem zavarja környezetünket a helyette beállítandó csengő hang, kapcsoljuk ki a parányi elektromotort működtető funkciót, meglepően sok energiát fogyaszt ugyanis a hangszóróhoz képest, ami sok hívás és üzenetértesítés esetén kevésbé csökkenti a hasznos üzemidőt. Na ezt például még nem hallottam, hogy a rezgő motor az ilyen sokat fogyasztana, már csak azért is, mert hányszor rezeg a telefon, tehát ha csak épp időnként megrezzen, még a hangszóró meg szinte folyamatosan megy, ha zenét játszik le, ugye, vagy szól a csengő hangunk, tehát ez sem teljesen helytálló. Aztán lépjünk ki a háttérben feleslegesen futó alkalmazásokból. A megnyitott, majd bezárt programok általában a memóriában maradnak, bár minimális teljesítményt rabolnak el, kiélezett helyzetben 4-5 szükségtelen program bezárásával is hasznos perceket spórolhatunk, ezt meg tudom erősíteni. Ugyanis mind az iOS, mind az Android, most erről kettőről beszélünk, bár a többi is így működik, a memóriába dolgozik, és állandóan, amit megnyitsz programot, az gyakorlatilag ott marad benne jó részben. Ez annyit jelent, hogy, de ez ugye egy számítógép esetében is így van, nem üríti ki a memóriát, hanem ha szükséges, akkor utána az a program viszont gyorsabban előjön, ha még egyszer elő akarod hívni. Viszont, mivel benne van a memóriában,
nehogy Isten még fut is a program, nem csak a memóriában van benne, akkor ugye a proci teszi, ha meg a proci fut, ugye energiatakarékos proci van a mobilokban már, tehát éppen annyit használ belőle, akkor a megahertzen fut, hogy, vagy gigahertzen, amennyi éppen neki kell, tehát ha nem használja, csak mit tudom én, alapfunkciókra, akkor lemegy az, van amelyik mobilnek 200 MHz-re is, aztán persze, ha több kell neki, akkor automatikusan többet is, tehát átáll nagyobb teljesítményre, tehát ezzel már spórolnak az üzemidővel, bár hogyha futnak a progik a háttérbe, látszólag nem csinál semmit a telefon, mégis a proci fullon fut, mert hát ezeket a programokat működteti, tehát tény, hogy ezekből a programokból érdemes kilépkedni, hogyha tényleg nem használjátok. Aztán időnként indítsuk újra a készüléket, ez egy nagyon fontos pont, ugyanis valóban sokszor megoldja a problémát egyébként. Nem veszitek nagyon észre, mert kicsit olyan a mobilunk, hogy állandóan be van kapcsolva, minek kapcsoljuk ki. Nem kell kikapcsolni, de indítsátok újra időnként. Naponta, két naponta érdemes újraindítani. A pont abból kifolyólag, hogy az operációs rendszerek kiforrottsága sokszor több hónapnyi stabil működést is lehetővé tesz. Időnként azonban egy kibekapcsolás megoldja a megmagyarázhatatlanul gyorsan fogyó töltés kérdését. Ezt abszolút megerősítem. Tehát ez nálam is így van, amikor van olyan, hogy a telom nagyon gyorsan merül, és ez nem csapol semmit. Újraindítom, és utána megint visszáll az optimális teljesítmény, mert az op rendszer ott a háttérbe dolgozgat, valami progik beakadtak, ott maradtak, és ugye ezek okozzák a problémát. Ha újraindulsz, akkor természetesen újra frissen betöltött op rendszerrel, csak azokat a progikat indítod, amik kellenek, akkor újra lehet gyakorlatilag optimalizálni a telefon működését. És akkor még egy dolog, a hely meghatározót, GPS-t folyamatosan bekapcsolva tartó alkalmazások meglepően hamar felélik az akkumulátor készleteit. Ugye a GPS az, ami a legtöbbet fogyaszt egyébként ezekben a okostelókban, táblagépekben, tehát ezeket is célszerű kikapcsolni, ha csak nem éppen navigálunk, akkor azért nem célszerű, de ha nem navigálunk, kapcsoljuk le. Tehát ugye az előbb is mondtam, a hely meghatározáshoz szerintem az aku, mi az a mobil cella információ alapján is bőven benne vagy abban a nagyjából 100 méteres körzetben, ahol egyáltalán meg akarják határozni, hogy te merre vagy, vagy te akarod, hogy meghatározzanak. Ha ennél közelebbi meghatározás kellene, akkor viszont be kell kapcsolni a GPS, de egyébként tök felesleges. Na, ennyi tippet tudtam nektek mondani a HVG tudomány rovatának segítségével. Köszönjük szépen nekik is, illetve reméljük, hogy ti pedig tanultatok egy-két dolgot ebből. Ha esetlegesen nem így járnátok el a telótokkal, akkor ebből egy kicsikét tudtok tanulni, és spórolni tudtok az akuidővel. Oké? Okay? Na, megyünk tovább, ránézek gyorsan a Facebook oldalunkra. Van-e valami hozzáférés? Hozzáférés? Hozzászólás, bocsánat, csak már... sok az infó, kicsit kavarog az ember feje néha. Ez engem is érdekel, ide mi van? Jó, gyerekek, ti annyit tudtok fantázni néhány ember, komolyan mondom, és ezeken, hagyd kérjek meg benneteket, hogy a restartot maradjunk az informatikai kérdéseknek, jó, hagyd ne menjünk már állandóan át ilyen kulisszák mögötti, erre is, arra is kíváncsiak vagytok. Én tudom, hogy az emberek alapvetően kíváncsiak, én is azt szoktam lenni egyébként, csak elvesszük a hasznos időt azoktól, akik esetleg szeretnének ebben a témában valamiféle információhoz jutni, tehát most hogy ne magyarázzunk már meg mindent, hogy ki tiltotta le, és miért, és mit csinált, és miért nincs fönt, és miért akadozott, és tehát a miértekre ezek ilyen nagyon költői kérdések egyébként is. Tehát ha tudnám, hogy miért akadozott, akkor nem akadozott volna. Ugye? Tehát ez ennyire egyszerű a történet. Az, hogy ki miért tiltotta le, meg mit tudom én, az pedig most ne nekem mondjátok, hogy szegény Zoét miért zaklatják telefonon. Hát most én tehetek róla? Nem én tehetek róla. Először is ő tehet róla, mert ő mondta be a számát, másodszor is pedig azok, akik zaklatják, ők tehetnek róla. Tehát most én erre mit reagáljak? Nagyon sajnálom. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, nekem is voltak telefonok, hogy kikapcsolom a telefont egy időre. Aztán megunja, hogy állandóan nem vagyok elérhető. Nem? Jó. Lajos, na végre valami számítástechnikai kérdés, és nem csak állandóan a hülyéskedés. De komolyan mondom, gyerekek, annyira unom már ezeket a kérdéseket, némelyiket, hogy bannolás lesz a vége.
És csak azért is, érted? Tehát csak azért is kérdezik. Tehát ennyire nem értitek, mert mi van? Azonban igen, tehát felfedezték a kedves nézők, hogy itt mi foglalkozunk velük. Más tévében ez nem nagyon van így. Mi foglalkozunk velük, és már kicsit fordítva ülnek egy-ketten a lovon, és azt hiszik, hogy mi ilyen kis bábuk vagyunk, hogy azt csináljuk, amit ti mondotok. Hát azért ez nem teljesen így van. Na, bocsánat azoktól, akikre viszont ténylegesen a témákat kéne szánni. Például Lajos. Szia, Mendi! Szeretném bővíteni az itthoni hálózatomat, azzal kapcsolatban kérném a véleményet, hogy a két tévémet konnektorba dugható adapter kitek segítségével szeretném routerhez kapcsolni, amihez külső HDD-n van rádugva USB-vel. Kérdés az lenne, hogy a 3D-s Full HD filmekhez elég gyors lesz ez a megoldás. A falban lévő áramkábelek nem lettek cserélve, a lakásom a 70-es években készült. Válaszodat előre is köszönöm, jó a műsor, csak így tovább. Nagyon szépen köszönöm, Lajos. Elég lesz, ugyanis... hát ez attól függ. Igen, most megfogtál, mert ez sávszélesség függő. Én úgy tudom, hogy... egyszerű részkábelen, ugye vannak ezek a megoldások, akik kicsit azoknak is, akik esetleg még nem hallottak volna róla, egy fázison lévő konnektorok segítségével léteznek úgynevezett Ethernet over, hát jó belefutottam, mert nem tudom, hogy a, tehát ilyen power megoldás, hogy a konnektoron keresztül is lehet internetet átvinni, tehát nem kell újabb kábelezést csinálni, vannak olyan adapterek, amiket bedugsz a konnektorba, és gyakorlatilag átalakítja Ethernetre, és ha egy fázison van, ergo ugye csatlakozik egy hálózathoz, akkor át lehet vinni rajta internetet. Én úgy tudom, hogy ez olyan 200 megabit is lehet már a mai technológiával. Függ persze attól, hogy milyen a kábelezés, de én úgy gondolom, hogy sima egyszerű részkábelről beszélünk, ami közel tár, tehát ugye egy lakáson belül van, tehát pár méterről beszélünk, 10-15 méternyi kábelekről beszélünk, egy fázison, vagy esetleg 20-ról, de ennyit át lehet hidalni, tehát szerintem a 200 megabit az át fog rajta menni, azon meg azért átmegy a HD film bőven, sőt, tehát ez gyakorlatilag egy normális hálózati lehetőséget lehet vele csinálni. Az, az igazság, hogy ez persze függ a kábel minőségétől is, tehát ezt így nem tudom neked megmondani, ezt le kell tesztelni. Tehát szerezned kéne valahonnan két ilyen eszközt, és kipróbálni, hogy alkalmas-e egyáltalán erre az eszközöd, illetve a lakásnak a kábelezése, vagy áramkábelezése, de szerintem működni fog. Én azt gondolom, most én ezt merem így mondani. Mert mondom, én úgy tudom, hogy 200 megabitet lehet átvinni most jelenleg ilyen technológiával, ez a csúcs benne. Szerintem menni fog. Oké, egyébként meg tök jó megoldás, tényleg, hogyha nem akar az ember plusz kábeleket behúzni falba, vagy csak ugye a földön menne a kábel, akkor akár ez egy jó megoldás lehet, tényleg, hogy a konnektorba megoldod a... De mondom, hangsúlyozom, ennek azért vannak technikai korlátai, tényleg kábelminőség, egy fázison kell lenni, ugye általában egy lakásban három fázis van, tehát meg kell nézni, hogy melyik fázisú konnektorokba dugod, mert a fázis között, tehát az órán ez nem megy át azért, úgyhogy ezt egy kábelen kell lennie gyakorlatilag. Jó. Igen, sokan kérdezik, hogy mi volt a probléma. Hát gyerekek, mondom, ha tudnám, mi volt a probléma, nem lett volna. Nettel volt valószínűleg gond egyébként, illetve itt az itteni végberendezésünk nem igazán szerette azt az internet, nem igazán szerette azt a jelet, amit kapott. Ennyi volt röviden, stömören. Most nagyon részleteiben nem mennék bele, mert még én sem tudom 100%-ig, hogy hol keresendő a hiba, de dolgozunk az ügyen, jó? Aztán már kérdezi, hogy szeretném kérdezni, hogy mivel csináltátok a Restartos gumiszobához, vagy akár a Fix magazinhoz az intrót, előre is köszi a választ, amúgy jó a műsor, köszönjük szépen. Hát ezek ilyen videószerkesztő, modellező szoftverek, sokfélével dolgoztunk, illetve hát nem is mi csináltuk ezt egész pontosan, hanem van nekünk egy grafikusunk, úgy hívják, hogy Rémus bácsi, a jó része a főcímeinknek, ezt úgy hívják, hogy főcím, bár végül az intró is helytálló, ezeket ő szokta itt nekünk gyártani. És hát ő mindenféle programmal dolgozik egyébként, tehát attól függ, hogy mire van igény. Tehát ha 3D-s dolgok vannak benne, akkor valamilyen 3D modellező programmal dolgozik. Ha csak úgynevezett kompozitálásra van szükség, tehát szövegek, kis animációk, de 2D-ben, akkor ezeket lehet csinálni egy egyszerű videóvágó szoftverrel is. Egyébként a mai videóvágó szoftverek tök jó ilyen kompozitálásra is alkalmasak, de az After Effects-ről is beszélhetünk, ugye, ami azért egy komolyabb kompozitáló
eszköz már, illetve szoftver, tehát sokféle ilyen van, fantáziára van bízva igazából. Ezt a mobilos cikket hol olvastam, ezt kérdezi, de a HHVG-nek a tudomány rovatában olvastam, ott tudod te is megnézni. Jó. Na és akkor még így lassan így a műsor vége felé, beszéljünk egy picit az új iPhone-ról, mert megint vannak róla információk, hát ha persze helytállóak. Érdekes részletek szivárogtak ki egy kínai oldalon az iPhone 5S-ről. Ha igazak az értesülések, óriási pixel számmal találkozhatunk majd. Hát az a legfontosabb tényleg, megint a retinának a retinája. Tényleg egy 4-szoros kijelzőn. Tehát megszokhattuk már, hogy a nagy cégek várva várt bejelentése előtt szinte naponta szivárognak ki értesülések az újdonságokról, nincs ez másképp most sem az iPhone 5S-sel kapcsolatban, így hallhattunk már a telefon sokat ígérő kamerájáról, illetve, hogy késik a tömeggyártás, sőt már összehasonlító táblázat is megjelent az 5S és az elődje az 5, sima 5-ös specifikációjáról. A legutóbbi egyik kínai szájt arról adott hírt, hogy az iPhone 5S-en 1,5 millió pixel lesz majd, ugyanakkor a 4-szoros kijelzőn, mint amekkora az iPhone 5-ösnek van. Csak összehasonlításképpen az utóbbin, tehát ugye a jelenleg is kapható 5-ös szérián 730 ezer pixel található, minden mellett állítólag keskenyebb lesz majd a képernyő kerete is, tehát közelebb kerül majd a széléhez a képernyő, ami annyit jelent, hogy maga a képernyő lehet egy picit nagyobb lesz egyébként. A legújabb hírek szerint az új iPhone már ebben a hónapban tömeggyártásra kerül, szeptembertől kezdik majd árulni, tehát ugye ott majd bejelentik, azt elkezdik árulni, tehát ez még majd várat magára. Ja, igen, meg ugye az iOS 7 is érkezik majd, tehát azért lesznek még itt újdonságok, amik azért még nem annyira szivárogtak ki, meg vigyázzunk ugye ezek a kiszivárgásokkal, ezt is mindig szoktam mondani, hogy fenntartással kezeljük ezeket az információkat, én bosszus leszek, viszket a nózim. Szóval, hogy fenntartással kezeljünk, mert tehát ugye itt már 6-osról is beszéltek, lehet, hogy nem is 5-es lesz, hanem 6, tehát ezek még nagyon olyan információk, amik ilyen megint légből kapottak. Tehát most valaki a hasára ütött, és azt mondta, hogy igen, nem 730 ezer pixel lesz, hanem 1,5 millió. Hát és ezt most így mire alapozzuk? Tehát egy kínai oldal mondta. Hát egyre én meg kitalálom, hogy akkor a következő, nem tudom, iPhone az nem is 6-os lesz, hanem ugranak egyet, és 7-es lesz rögtön, ha már iOS 7-es, és nem is 1,5 millióért licitálok, 2 millió pixeles lesz. Na, akkor én most ezt írjam meg, és akkor az egész világ ezen fog csámcsogni. Aztán majd kiderül, hogy nem így lesz. Tehát szeretem ezeket az információkat, de minden esetre csámcsog rajta a félvilág megint, úgyhogy mi is csámcsogjunk rajta egy kicsit. Fenntartással kezeljük, jó? Ezeket az infókat. Jó. Bernadett írt Skype-on nekem? Igen. Azt mondja, szia Mandy, egy fájt szeretnék törölni, de mindig egy ablak jelenik meg, hogy a művelet nem fejezhető be, mert a fájl meg van nyitva a System programban. A System programot nem találom. Mi lehet a megoldás? Válaszolt előre is köszönöm. Hát Bernadett, nem tudom. A System olyan program szerintem nincsen. A System mappa van, amiben lehet egy program, ugye maga a program, amit használ lehet, hogy a Windows valamelyik. Vagy egy program, ami fut valóban, de ez nem a System, tehát ez egy rosszul meghatározott történet, ha csak nem így hívják a programot, de nem hiszem. Ritka, hogy így neveznek egy programot, hogy System. Vagy maga a rendszer használja, ugye, tehát valamelyik Windows-os alapszolgáltatás. Úgyhogy meg kéne tudni, hogy mi ez. Tehát mi ez a fájl, amit egyáltalán törölni akarsz, hogy meg ha a System mappában van, tehát Windows System mappában, ott ne nagyon törölgessé, kedves Bernadett, mert az ugye Windows rendszer fájlok, azokat úgy persze, hogy nem is fogja engedni törölni, az egyik. A másik, hogy nem véletlenül vannak a Windows rendszer könyvtárban, tehát az a Windows rendszerhez kellenek. Valami driverek, olyan DLL-ek, ilyesmik, amik szükségesek akár a Windows alap működéséhez, tehát ezeket ne tessék törölgetni, mert akkor lehetnek problémák utána a Windows-zal. Persze, lehet itt más is, lehet vírus, lehet bármi, de ne, a Windows System mappában ne tessék törölgetni. Jó? Oké. Na. Gyorsan visszanézünk még a Facebookra, ott voltam az előbb. Chris hív engem Skype-on keresztül, akkor vele beszélgetünk viszont. Hello, Chris! Hello!
Itt vagy? Én nem hallok semmit. Az én hibám. Halló! Jó, akkor ezt majd megoldjuk. Valamilyen nem hallak. Akkor szerintem mára hagyjuk a Skype-ot is. Ne haragudj, Krisztián, holnapra. Majd holnap megpróbálunk, jó? Valamiért nem megy, úgyhogy nem ott van a gáz, már tudom, itt van az én laptopon a gáz, itt is át van állítgatva minden, mert annyit kísérletezek itt miatt a közvetítés miatt, hogy virtual cable, meg nem tudom, nincs hangszóró kijáratom jelenleg éppen, már azt is elrontottam, nem elrontottam, csak átállítgattam és elfejtettem vissza, ez most kicsit hosszadalmas lenne, úgyhogy ne haragudjatok meg rám, jó? Majd ezt holnapra átállítom, rendesen. Mit röhögsz? Igen, ilyen az informatikus. Amikor kockulok, akkor sajnos van olyan, jelállítgatok dolgokat, amiket utána elfelejtek visszaállítani, aztán csodálkozom, miért nem megy. Vannak ilyen dolgok, de hát reméljük egyszer eredményes lesz, amit csinálok. Na, hát akkor gyorsan nézzünk vissza a Facebookra. Refresselek egyet, aztán lassan búcsúzkodunk is, ha nincsen újabb kérdés. Görgődjél már le, vagy hogy mondják ezt, görögjél le. Norbi írja, hogy szerintem is egy nagy baromság, például az is, hogy például Nokia egy 41 megapixeles telefont gyárt. Erre Gábor kérdezi, hogy miért, pedig az már tényleg kis kompakt gép meg minőségével vetekszik, sőt, olcsóbb daraboknál még jobb képet is csinál. Az már más kérdés, hogy az ára drága, és a mobil egy tök átlagos Symbian. Akkor most elmondjam én is a véleményem, ha már mindenkit dobálózik ezzel. Ugye azt már nem ismerem elmondani, hogy mi a véleményem a mobil kamerákról. Tehát, hogy így fényképező, meg ilyen szép képet csinál, meg olyan szép képet, én azt gondolom, hogy tök mindegy a megapixel szám már egy idő után, mert hogy már most, tehát egy 5 megapixeles fényképező, vagy egy mobil is csinál már 3000 nem tudom hány százszoros felbontást, tehát hova kell annál jobb felbontás, már csak azért is, de azért sem kell, mert ezek élményfotók. Tehát ha megnézed a minőségét, mondjuk egy DSLR fényképezővel csinált, csak lebutított, mondjuk azt ott is csak 5 megapixelbe fényképezzi, egy ugyanekkora felbontású képet csinálj egy DSLR fényképezővel, és csinálj mondjuk egy mobillal. Tehát se a fényberesztése, se nincs rajta optika. Hát mi egy ilyen kis körömnyi pötty az optika? Hát azon... Ezek élményfotók. Ha van fény viszonylag, mit tudom én, külső izén, akkor nem nagyon le, akkor szép képeket lehet vele csinálni. Tehát nem a megapixel számok itt a fontosak már, hanem egy optika. Most egy mobilra sose fognak normális optikát tenni. Persze vannak ilyen őrült emberek, akik csinálnak olyan optikákat, amit rá lehet az iPhone-ra tenni, meg más telefonokra, és akkor ilyen kicsit nagyobb, meg már zoomolni lehet vele manuálisan, nem csak digitálisan, meg nem tudom, már vannak erre ilyen megoldások, de ezek sufni, meg nevezzük moddingnak, vagy tuningnak, ezek jó pofa dolgok, de akkor sem, ezek nem fényképezőgépek. Tehát valaki fényképezőgépet akar, vegyen fényképezőgépet a mobilba, meg én úgy érzem, hogy persze lehet mit javítani rajta, meg vannak jó funkciók, tehát azért ez például ezt a dinamikus kontraszt dolgot ugye beletették mostanában, a legtöbb újabb készülék már benne van, tehát hogy a nagyon világos, a nagyon sötét képek között kompenzál valamennyire, tehát azért van lehet a mobil fényképezés technológiában is mit javítani, de amíg ilyen picik a mobiloknak a fényképezői, nem tudom megmutatni, de az enyémben még rá is, hogy elég nagy optika is van, direkt ki van emelve, de még ez is pici ahhoz képest, amikor általában a telefonokban van. Tehát pedig egy ilyen kis IT szeme van az egyiknek. És nagyon jó képet csinál, meg 8 megapixeles, ez is már tud 8 megapixel, pedig 1000 éves telefon. Szép képet csinál, de nem ezzel szoktam fotózni. Tehát ha fotózni akarok, akkor fényképezőgéppel fotózok, nem a mobilommal. Jó, úgyhogy ezen kár is vitatkozni. Most az, hogy 41 megapixeles fényképezőt beletenni egy telefonba, most döntsük már, hogy fényképezőt csinálunk, vagy mobilt. A Symbiáról meg ne beszéljünk, tehát hogy azért manapság még képes egy gyártó egy 1000 éves, 2000-es években elterjedt operációs rendszerrel kiadni egy telefont, hát az meg már egyenesen szerintem ciki, inkább én azt gondolom. Ennyi. Na jól van, hát nagyon köszönöm a figyelmet, ez volt már a Restart. Holnap folytatjuk, úgyhogy ugyanígy 5 órakor várok mindenkit a képernyők előtt, addigra megoldom a Skype-ot, és ígérem, hogy legyen hang. Jó?
Ne menjetek messzire, lesznek még jó műsorok, például most jön a Star Percek, méghozzá egy különleges kiadás van ezen a héten, Movie Edition, a nyár legsikeresebb film bemutatóiról fog Andris nektek egy kis ízelítőt adni, úgyhogy érdemes végignézni a Star Perceket is. Restarttal pedig legközelebb holnap, tehát 5 órakor. Szevasztok! Együttműködő partnerünk Acer.